Többek között ilyen szumó robotokat keltenek életre a héten a gyerekek az Alba Innovár Digitális Élményközpont aktuális alkotótáborában, amelynek központi témája Lego és a programozás. Power Daniel Buda, az egyik táborozó elmondta, már tavaly is részt vett az Alba Innovár egyik nyári programján Sóston, most pedig a legózásba is belevetette magát. Sokat programoztunk ilyen elektromos robotokkal, amik ugye tudják érzékelni, hogy milyen messze van tőlük akármi, meg hogy tudnak akár mozogni is, szóval kurulni, meg kanyarodni, szóval úgy, mint egy ilyen ember, csak ugye meg kell ugye programozni teljesen, nem lehet egy lépésre kiadni, vagy különben az egésznek annyi. Juhász Szófia úgy fogalmazott, azért jelentkezett a táborba, mert nagyon érdekelte a programozás technológiája. Eddig robotokat építettünk, és programoztuk azért, hogy holnap szumózáshoz egy saját robotot tudjunk csinálni. A Lego szumózás csak az egyik programja a Lego kaland, programozzunk Lego Prime-ot tábornak, amelyen a fiatalok még megismerkedhettek a lézervágó és a 3D nyomtató használatával, de természetesen találkozhattak humanoid robotokkal is. Füki Gyula oktató kiemelte, a gyerekek körében nagyon népszerűek az Innovár foglalkozásai, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy idén minden táboruk teltházas lett. Általában nagyon jól érzik magukat a gyerekek, néha hagynak is itt nekünk egy kis üzenetet, volt, hogy egy számítógéppel hagyták ott direkt, hogy megtaláljuk-e, észrevesszük-e, illetve hát vannak olyan gyerekek, akik már visszajárók. Van, aki már volt táborban, egyben-egyben, ugye nagyon sokszor nem tudjuk őket fogadni, mert ugyanarra a táborra még egyszer eljönni nem sok értelme lenne, de mit tudom, aki volt már egy alaptáborban, idén meg eljön egy Lego táborba, azt meg tudjuk oldani, illetve vannak olyan gyerekek, akik évközben járnak hozzánk valamilyen szakkörre, és utána pedig jelentkeznek táborra. Az Alba Innovár Digitális Élményközpontban július 8-ától a Digitárt, Média és Kreativitás táborral folytatódik a sor, ahol a képszerkesztés, videóvágás, kisfilmkészítés, digitális történetmesélés és a hangszerkesztés lesz a fókuszban.